Ki az? Hello, Júcsi, én vagyok az anyukád munkatársa, egy üzenettel jöttem. Tessék mondani. Jó lenne, ha beengednéd, mert az anyukád levélben üzent, hogy a telefontöltőjét vigyem el, mert nem tud neked üzenetet küldeni. De nekem nem szabad beengednem idegeneket, és én a nénit nem ismerem. Dehogy nem ismersz, sokszor találkoztunk már az anyukád munkahelyén, legfeljebb nem beszélgettünk. Egyébként az anyukád mondta, hogy te nagyon okos kislány vagy, és nem lesz könnyű bejutnom, okos és szófogadó vagy. Hát akkor tessék bejönni. Tessék, itt a levél. Drága kislányom, légy szíves, Marika néninek odaadni a telefontöltőmet, ott van a helyén, tudod. Ne egy meg, ő a munkatársam, és teljesen megbízom benne. Puszi, anya. Hát akkor tessék válni. A filmben egy trükkös tolvaj áldozatává vált a kislány. Nagyon óvatlanul és meggondolatlanul viselkedett. A felnőtt kihasználhatta volna az erőfölényét is. A gyerekek mindig sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a felnőttek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ti gyerekek mindig legyetek nagyon óvatosak az idegenekkel szemben. Tessék! Hello, Júcsi! Én az anyukád munkatársa vagyok. Az anyukád küldött egy üzenettel. Akkor tessék mondani. Jó lenne, ha beengednél, mert egy levelet is küldött az anyukád, azt üzeni benne, hogy küld el velem a telefontöltőjét, mert lemerült a mobilja. Én nem ismerem a nénit, és nem szabad beengednem idegeneket. Különben is anyukám telefonált volna. De mondtam, hogy lemerült a mobilja. Hogyan telefonált volna? Akkor biztos elkértem volna Márti nénét. Én úgy tudom, hogy Márti néni ma nem volt dolgozni, valószínűleg beteg. Akkor tessék ki lenni a levelet. Ez biztos nem az anyukám írta. Van egy gyermek, és az nincs rajta. Tessék innen elmenni, mert hívom a rendőrséget. Egyébként is nekem nincs lemerülve a telefonom. Tessék! Hello, Júcsi! Én az anyukád munkatársa vagyok. Az anyukád küldött egy üzenettel. Akkor tessék mondani. Jó lenne, ha beengednél, mert egy levelet is küldött az anyukád, azt üzeni benne, hogy küld el velem a telefontöltőjét, mert lemerült a mobilja. Én nem ismerem a nénit, és nem szabad beengednem idegeneket. Különben is anyukám telefonált volna. De mondtam, hogy lemerült a mobilja. Hogyan telefonált volna? Akkor biztos elkértem volna Márti nénét. Én úgy tudom, hogy Márti néni ma nem volt dolgozni, valószínűleg beteg. Akkor tessék bejönni. Hello, Júcsi. Csehem. Itt van a levél, amit az anyukád küldött. Drága kislányom, légy szíves, Marika nénnek add oda a telefontöltőmet, ott van a helyén, tudod. Ne érj meg ő a munkatársam, és teljesen megbízom benne. Puszi, anya. Akkor tessék itt várni, mindjárt jövök. Apa, nem tudod, hol van anya telefontöltője? Te nem vagy egyedül. Ha nem találod, akkor ne is keresd azt a telefontöltőt, az anyukád majd el lesz nélküle. Üdvözlöm az apukádat, nekem menni kell. Átadom. Thank you.